lent a pályán. Romhányi József Foci meccs című verse hatalmas sikert aratott a díjátadó gálán, ahol maguk a díjazottak is felléptek. A mecénás tehetséggondozó támogatást minden évben ünnepélyes keretek között osztja ki a város azoknak a diákoknak, akik tanulásban, sportban vagy éppen a művészetek területén értek el kiemelkedő eredményt. Ilyenkor nem csak a tanulók, hanem felkészítő tanáraik is elismerésben részesülnek. Tamás bácsi írt rám még nyáron, azt hiszem, hogy ez így ide kerül, és hogy ezt így mindenki tudni fogja, és teljesen meglepődtem, és nagyon jó érzés. Scherer Tamás, a DNS Valéria általános iskola testnevelő tanárának diákjai az országos diákolimpián értek el második helyezést magasugrásban. Ezt a teljesítményt jutalmazta Szekszárd város vezetése. Az atléták felkészítő tanára ismerősként jár vissza a mecénás díjátadó gálára. Az általa edzett diákok minden évben ott állnak a dobogón a diákolimpián. A magasugró diákolimpia döntőbe egyrészt úgy lehetett bejutni, hogy először megnyertük a megyei döntőt, és aztán a megyei döntő után a négy fős csapatunk, ugye, mert öt fő lehet, de mi csak négyen voltunk, és így is meg tudtuk harcolni. Ketten 150 centit ugrottak magasban, ketten pedig 165-öt, és így jött ki az az átlag, amivel a második helyen végeztünk. Támogató családi háttér és jó pedagógusok nélkül nem tud kiteljesedni a tehetség, emelte ki ünnepi köszöntőjében Ács Rezső Szekszárd polgármestere. Idén több tanulót és tanárt díjazott a város, mint tavaly. 11 intézmény, 13 csapat, 140 gyerek és 70 felkészítő tanár részesült 3,2 millió forint támogatásban.